ezen a héten egy 15x15-ös Black and White Gigapixelt kell megoldanunk, amely a nehézségi szintje az oldal szerint nagyon könnyű. A legegyszerűbb talán ebben az utolsó előtti sorban elkezdenünk, mert vegyük észre, hogy itt 4 és 10 szerepel, aminek az összege 14, és közte pontosan egy hely marad már a 15-ig, ami tehát nyilván fehér lesz. Így aztán az első 4 biztos fekete lesz, ez itt biztos, hogy fehér lesz, és utána az összes többi mező az mind fekete lesz. A második oszlopban ez alatt a 1-es fekete mező alatt biztos, hogy fehér kell, hogy maradjon, meg fölötte is fehér kell, hogy maradjon, ugyanígy mellette is. Aztán itt a 10 miatt, 10 feketének kell lenni, ide még be kell raknunk az 1-en kívül még 8-at, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hogy a 10. az hova kerül, azt még nem tudjuk, mert vagy ide, vagy pedig ide. A következő oszlopban megvan az, nincs meg egy fekete mezőm, tehát azt egyelőre nem nézzük tovább, itt 2 kell alulra, azt sem tudjuk még megmondani, viszont itt alul egy fekete mező van, tehát alatta is, fölötte is fehér marad. Következő oszlopban ugyanez a helyzet. Itt 6 feketének kell lennie ebben az oszlopban. Tehát 5 az biztos már, hogy beszínezhető feketére. Hogy a 6. ide kerül, vagy ide kerül, azt még nem tudjuk. Következő oszlopban ugyanez a helyzet, csak mivel itt 7 fekete van, ezért itt 6-ot tudunk beszínezni összesen. 2, 4, 6, a 7. vagy ide kerül, vagy ide kerül. Az biztos, hogy ezek itt már fölötte mind fehér marad. Ebben oszlopban 2 van alul, azt nem tudjuk, hogy ide vagy ide kerül még. A következő oszlopban 1 van, tehát biztos, hogy fehér marad, itt alul is, fölül is. Itt 4 van, tehát 3 az biztos, hogy beszínezhető. Itt 6 darab fekete van, tehát 5 darab fekete színezhető be. És a 6. vagy ez lesz. Itt nem tudunk egyelőre még mit mondani a 2 miatt, mert vagy ez lesz a második, vagy ez lesz a második. Viszont ha most benézünk az utolsó előtti sorba, akkor látható, hogy itt csak 2-esek vannak, ez tehát itt biztos, hogy fehér lesz, és így módon az utolsó oszlop második feketéje már csak ide kerülhet, így aztán az utolsó sorban a 2-es miatt ez fekete lesz, ez viszont akkor már biztos, hogy fehér marad. És akkor ebben az oszlopban meg lett a 4 mezőnk, fölötte pedig biztos, hogy fehér marad. Az utolsó sort nézzük, akkor megvan a 2-nk, és utána van még 3, 3, 1. Itt pont 3 fér, ide is 3 fér, ide pedig 1 fér. Tehát ez valóban nem lehet másképp, csak mindegyik fekete. Viszont akkor az első oszlopban meglett a 2 feketénk. Itt ebben a sorban, alulról a 3. sorban a 2-es, a második fekete már csak ide kerülhet, és akkor ez a sor teljesen készen lett, hiszen megvan a 3 darab 2-es mezőnk, az összes többi mező az biztos, hogy fehér maradt. Itt a 4. oszlopban meglett a 10-esünk, tehát ez itt fölötte fehér kell, hogy maradjon.
mellette lévő oszlopban, az ötödik oszlopban meglett az egy feketénk, fölötte biztos, hogy a nyolc feketének ez lesz az első mezője, tehát még be kell színeznünk hetet. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Megvan a 8 feketénk, tehát fölötte biztos, hogy fehér kell, hogy maradjon. Nézzük most alulról a negyedik sort. Ez a kettes, ez csak ehhez a, ez lehet ez a kettő. Itt nem tartozhat ez a kettes a 9-eshez, hiszen hogyha a 9-eshez tartozna, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és akkor itt még lenne két feketénk, és azzal már 11 volna. Tehát ez itt biztos, hogy a két, hogy a kettes lesz. Tehát mellette ezek már itt mindannyian fehéren kell, hogy maradjanak, és ez szintén fehér kell, hogy maradjon. Viszont ezután a fehér után már csak 9 mezőnk van összesen, így aztán, mivel 9 feketének kell lenni, ezért ez itt mind fekete kell, hogy legyen. Sőt, még ez fekete. Ebben az utolsó oszlopban viszont akkor a alsó kettesünk már megvan, a felső kettesünk alsó feketéje csak ez lehet, és akkor ez lesz a felső feketéje. Vagyis az összes többi mező az már mind biztos, hogy mind fehér marad itt ebben az oszlopban. A mellette levő oszlopban, a 14. oszlopban 6 darab feketének kell alul lenni, az megvan, más szín abban az oszlopban nincs, tehát az összes többi az mind fehér kell, hogy legyen. Térjük most vissza megint alulról az ötödik sorba. Itt ugyanaz a helyzet, mint az előző sorban, ami egyen lejjebb van, volt, mert ez csak a ketteshez tartozhat, ez a két darab fekete. Tehát ez itt fehér lesz, mind a három, és még utána is lesz egy fehérünk, és az összes többinek akkor, mivel már csak 9 mezőnk van hátra, mindnek feketének kell lennie. Egyel följebb lépünk a következő sorba, és akkor látható, hogy van itt kettő feketénk, van még kettő feketénk, és van egy darab feketénk, tehát az összes többi elem az mind fehér kell, hogy maradjon. Itt ez a két darab fekete, ez nem tartozhat a négyeshez, mert akkor ez az egyest már sehogy sem tudnánk elérni, ez ebből a négyesből, tehát az egyes itt szabadon maradna akkor, tehát ez csak a ketteshez tartozhat, vagyis ezek itt mindannyian fehérek, sőt még ez is fehér lesz itt. Egyel följebb lévő sorban két feketénk van, meg is van már ez a két fekete, többnek nem szabad lennie, tehát az összes többi mező mind fehér lesz. Ugyanez a helyzet egy sorral följebb. Itt viszont 9 feketének kell lennie, tehát kettő már megvan, ide már csak 3 férhet, azzal is csak 5 lehetne, tehát pótolnunk kell még jobbra 4 darabot. 3, 4. Ezzel viszont látszik, hogy ebben az oszlopban ez a fekete, ez csak a ketteshez tartozhat, és akkor a kettes fölötti összes mező az már mind fehér kell, hogy maradjon. Mi a helyzet itt alul? Ez 2, 4, 6 fekete, tehát akkor az is meglett, vagy csak fehér lehet itt az a mező. És akkor innentől kezdve a négyes viszont ebben a sorban már csak erre jöhet,
van ez a sor, tehát az összes többi az mind fehér. Ebben az oszlopban megvan az egy fekete, két fekete, és hiányzik egy három feketés, aminek az első feketéje az már csak ez a mező lehet, tehát ide pótolnunk kell még kettőt, az összes többi viszont mind fehér kell, hogy maradjon. Ebben az oszlopban megvan alul az 1, 2, 1, tehát itt fekete, vagy fölötte fehérnek kell lenni, és akkor ide még két feketét kell bepréselnünk a négy mezőbe, tehát azt még nem tudjuk megmondani, hogy hogyan fog kinézni. Viszont ebben a sorban, a 9-es sorában, látszik most már, hogy ettől a mezőt, ettől a fekete mezőtől jobbra már ez miatt a fehér elem miatt csak fehér elem lehet már. Így aztán a 9-est már csak ide tehetjük be. Most már az első oszlopban a 3-as miatt, mivel az első eleme a 3-asnak ez, kell, hogy legyen, ez lesz a második, ez pedig a harmadik elem, és akkor az összes többi elem ott fölötte mind fehér kell, hogy legyen. Következő oszlop 1-1, tehát ez fehér kell, hogy maradjon, és akkor ebbe a négy mezőbe kell kettő feketét besűrítenünk, azt még nem tudjuk, hogy hogy. Nézzünk szét, most vízszintesen ebben a sorban, kettessel, kettő feketével kell kezdenünk, aminek az első feketéje ez lesz, ez lehet csak a második fekete, és akkor a második oszlopban a kettes az már csak így helyezkedhet el, és akkor fölötte biztos, hogy fehér kell, hogy maradjon mind a következő. Itt a harmadik sorban kettessel kell megint csak kezdenünk, tehát ez biztos, hogy fekete lesz, utána persze fehér kell, hogy maradjon, és akkor ebben az oszlopban, a negyedik oszlopban megvan alul a 10, hiányzik egy kettes fekete, azt ide nem tudjuk betenni, mert nem fér be, viszont akkor ide fog a két fekete kerülni itt. A második sorban 4 darab feketének kell lennie, egy már megvan, lehet, hogy ez lesz a második, de lehet, hogy nem. Az biztos, hogy itt még kettő fekete mezőt be kell színeznünk. Azt, hogy aztán ez lesz a negyedik, vagy ez lesz a negyedik, azt még nem tudjuk. Az azonban biztos, hogy az összes többi mező itt, ez már csak fehér lehet. Itt is van az első sorban egy kettesünk, tehát két feketének kell ebben a sorban lennie, ami vagy itt lesz a második, vagy itt lesz, tehát az összes többi elem az mind fehér kell, hogy maradjon. Itt a harmadik oszlopban két darab feketének kell lenni, egy már megvan belőle, az biztos, tehát ez fehér marad, meg ez is fehér marad, ebből kifolyólag az első sorban a két darab fekete már csak kezdhet el. Viszont ebben az oszlopban, a hatodik oszlopban a felső kettes feketénk az már csak így helyezkedhet el, és akkor alatta most már minden mező fehér kell, hogy maradjon. Ebben a sorban, az ötödik sorban meglett az egy feketénk, meglett a két feketénk, tehát az összes többi mező az mind fehér kell, hogy maradjon. Egy sorral fölötte a első fekete az már itt megvan, a másik fekete az pedig már csak úgy helyezkedhet el, hogy ez itt fekete lesz az a mező, az összes többi mező az mind fehér marad. Ebből kifolyólag a harmadik oszlopban ez a mező fekete kell, hogy legyen, mert a kettes tartozik. Itt meglett a 4, tehát akkor fehér lesz, sőt, az összes többi is fehér, de azt már beszíneztük.
Hát itt a kettes, következő sorban azt még nem tudjuk, hogy hogy fog elhelyezkedni, az viszont biztos, hogyha az oszlopot nézzük, ezt a ötödik oszlopot, akkor mivel a kettő megvan fölülve, ez egy fehér lehet, és akkor most már innen egyértelmű, hogy a harmadik sorban a második kettes fekete az és ezzel kész is vagyunk gyakorlatilag. Így néz ki tehát a megoldás ennek a black and white pixelnek.